Stör Grétát elsősorban vegán séfként és életmód tanácsadóként ismerte meg az ország. Alig 2 évvel ezelőtt azonban úgy döntött, hogy a szórakoztató irodalomban is szerencsét próbál. Nem is akárhogy, hiszen egy trilógiába kezdett bele, melynek második részét mutatta most be Nyíregyházán. Gréta az esemény során elmondta, sok felejthetetlen emlék fűzi a városhoz, hiszen a nyíregyházi főiskolán diplomázott, majd szakácsként is itt indította el karrierjét. Így nem meglepő, hogy kellemes érzésekkel tért vissza. Egyszer sem jöttem azóta úgy haza, hogy valamilyen tevékenységemmel jöjjek, mióta elmentem innen, de mindig terveztem, csak soha nem jött össze. Persze privát úton azért haza-haza kerülök néha, de ez hatalmas öröm számomra, hogy a könyvbemutatót igazából itt úgymond megejthetjük. Stör Gréta hozzátette, már a trilógia első részével kapcsolatban is nagyon pozitív visszaigazolásokat kapott. Ugyanakkor úgy fogalmazott, írónőként még az út elején jár. Mint mondta, regényének sikere elsősorban abban rejlik, hogy életszerű történeteket oszt meg, amely által az olvasó könnyen azonosulni tud a fő karakterekkel. Szól a barátságról, szól a szerelemről, az álmainkról, hogy mit kell megtennünk azért, mit adjunk föl, mit kell feláldoznunk ezért. Tehát azt gondolom, hogy mindenki magára fog ismerni ebben a történetben valamelyik karakteren keresztül, mert biztos, hogy minden nővel történt már valami olyasmi, ami ezekkel a lányokkal történik. Tehát az ő fejlődésük, mint ember, nyilván egy 23 éves nő, amikor ugye a J. Johnson elindul friss diplomával a kezében, és amikor majd a harmadik könyvben már 35 éves lesz körülbelül, az egy óriási fejlődés egy nő életében, pont az a meghatározó 10 év, és azt gondolom, hogy ezt az ember így nagyon intenzíven fogja a szívébe és a lelkébe így megkapni. Stör Gréta könyvbemutató turnéjának következő állomása Miskolcon lesz pénteken, majd 1 hét múlva Szegeden is népszerűsíteni fogja a legújabb alkotását.